A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei kereskedelmi és iparkamara március 25-én a Miskolci Generáli Arénában rendezi meg Magyarország legnagyobb szépségipari versenyét, a kézműves kupát. A nemzetközi meghívásos fodrász, kozmetikus, műköröm díszítő, építő és szempilla hosszabbító bajnokságra 200 résztvevőt és 1500 nézőt várnak a szervezők. Itt élőben lehet látni, hogy a frizurákban, műkörömben, ilyen-olyan szépségápolásban mi folyik. Igyekeztünk a vizsga feladatokat, pontosabban a versenyfeladatokat a vizsga feladatokhoz kötni, hisz azért itt többnyire tanulók vannak, akik majd a szakma jeles képviselői lesznek egy-két éven belül. És hát továbbra is azt szeretnénk, hogy ez a verseny abban a szervezettséggel, azzal az ismertséggel folyjon Magyarország szakmai berkein belül, és reméljük egyre inkább itt a megyénkben, Miskolcon, ahogy ez eddig történt. Az esemény sajtótájékoztatóján elhangzott, hogy a női fodrász felnőtt kreatív konyhbajnok vándordíjat, aranyollót, érmet, emléklapot és Kis Gergelyné Tolcsvai Mária emlékverseny vándordíját vehetik át a díjazottak. A szakmai eseményre idén több mint 200-an jelentkeztek, amely a szépészeti megmérettetés népszerűségét is mutatja. Madarász István, a Nemzetközi Szépészeti Bajnokság főszervezője hangsúlyozta, hogy a versenyzők 24 kategóriában mérik össze tudásukat. A zsűri tagjai az ország különböző részeiből érkező neves szakemberek, nemzetközi és magyar bajnokok lesznek. A férfi trend az két kategóriára változik, a úgymond borbé csata. A borbé csata lényege az, hogy csak hajvágógéppel dolgoznak, zselét, vaxot vagy hajhabot használnak. A férfi modern, klasszikus frizura, ez pedig hajvágás, de hajszárító hajlak és zselé segítségével mi formára szárítjuk a hajat, és a modern klasszikus frizurában három szín megengedett, ami nem neon szín. A nőibe ugyanez a párizsi szerelem, tehát ez a párizsi szerelem magába foglalja, hogy egy kicsit pikáns, színekben gazdag formák lesznek a konyhba. A hajfonás az is egy új kategória, itt mindenki az egyéni fantáziáját fog előadni és kisugározni. A borbé csatában a férfias stílusú frizura és szakálkészítése az elvárás. A borbé csata a férfias hajvágásokat, a klasszikus fazonok ötvözve az új fazonokkal, tulajdonképpen ez egy szakálkombinációval. Így tudnám leírni a borbé kategóriának a fő jellemzőit, tehát igazából a régi és az új találkozik, ennek az egyvelege. Szokták mondani, hogy nincs olyan nap alatt, ugye nyilván itt ez még jobban, azt hiszem, helytálló ez a mondat, mivel minden régi fazon újra divatba kerül, aktualizálva a napjaink divatjához. Úgyhogy tulajdonképpen átmenetek, nullás, akár skin fade, azaz teljesen borotvából készült hajvágások, és a mai divatnak megfelelő beállítások, ez tulajdonképpen a kategória fő jellemzője. A kozmetikusoknál a tisztaságot, a tökéletes alapozást, a szemöldök formázását, a száj korrigálását és a szemfestést értékeli a szakmai zsűri. A szempilla hosszabbító versenyben a modell személyhez, arcához, szemöldökéhez és hajszínéhez illő, esztétikus és szakmailag hibátlan pillasor készítését értékelik a bírák. A műköröm építők az anyaghasználat, kidolgozás, egyformaság, mosolyvonal egyezőség és az összhatás, míg a műköröm díszítőknél a tisztaságot, kidolgozottságot, kreativitást, harmóniát értékelik. A kézműves kupára, a kiállításra és a vásárra a rendezők sok szeretettel várják az érdeklődőket. Az egész napos esemény kísérő programjai között szakmai bemutatók, a szépséghez, egészséghez és kézművességhez kötődő vásárok is szerepelnek.